kérem, hogy bocsásson. Abból, amit eddig mondtál, arra tudok következtetni, hogy teljesen megbízhatatlan ember vagy. Azt hiszed talán, hogy ez csak játék? Elmegyek, nem megyek. Mégis mit gondolsz, fiam? Bocsásson meg, Don Rodolf. Bocsásson meg. És ezzel minden el van intézve. Valaminek csak történnie kellett, hogy mégis meggondoltad magad. Igen, Don Rodolfo. Őszintén szólva, történt valami. De ez az én magánügyem. Nézze, Don Rodolfo, az egész családunk, mi mindannyian hálával tartozunk önnek, hogy a birtokon dolgozhatunk. A fiam furcsán viselkedik az utóbbi időben, és nem akarok mentséget keresni, de kérem, adjon neki még egy lehetőséget. Kezeskedem arról, hogy nem lesz több gond vele. Hát, rendben van. Most utoljára. Még elnéző leszek veled szemben. Az apádra való tekintettel. Nagyon köszönöm, Don Rodolfo. Apa, orvosságot kell hoznom Graciélának. Azt hittem, már meggyógyult a bokája. Sajnos újra begyulladt, és megint fáj neki. Szerzek gyulladás csökkentőt. Hadd menjek én. Így legalább mellette maradhat. Rendben, felírom, hogy mit hoz. Sietek. Akkor hát, Don Rodolfo, nem is zavarok tovább. Szeretném még egyszer megköszönni. Jól van, jól van. Reméljük, hogy a fiának végre megjön az esze. Igen. Most már elmehet. Igen, elnézést. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Láttad, milyen szolgálat kész volt, hogy ajánlkozott, hogy segít? Úgy tűnik, hogy szeretne bocsánatot nyerni. Miért? Adrián mégsem megy el. Nem? Hogyhogy? Úgy tűnik, azonnal meggondolta magát, amint látta, hogy találtam helyette valakit. Idejött és kijelentette, hogy mégiscsak maradni akar. Ez furcsa. Határozottnak tűnt. Talán először azt hitte, hogy könyörögni fogunk neki, hogy maradjon, de minthogy semmit sem mondtunk, hát... Apa, Adrián nem olyan. Az a legfurcsább az egészben, hogy nem akarta elárulni, hogy miért ment volna el, és az sem, hogy miért marad. Ő mindig nagyon zárkózott volt. A vidéki emberek nem rafináltak José Armando. Őszinték, becsületesek. Meglátod, nem telik bele sok idő, és megtudjuk, miért döntött úgy, hogy mégis itt marad. Ezért ment oda, hogy megnézze a lovát. Graciela a kedvedre akar tenni, José Armando. Megjött Adrián Lucero, kérdezi, hogy bejöhet-e. Igen, igen, persze. Gyere. Meghoztad a gyógyszert? Igen, itt van, doktor úr. Köszönjük. Most már elmehet Adrián. Mi van Dionisio fiával? Végül nem megy el. Nácsó mondta nekem. Az a fiú nagyon furcsa. Nem is furcsának nevezném. Szerintem nem tudja, mit akar. De biztosan készül valamire. Jaj, te lány, ne nyújj hozzá a tortához! Jól van, csak meg akartam érinteni. Te hozd utánom a tálcát, én viszem a tortát. Nehezemre esett megkérni, hogy mégis maradhassak. Gondolom, de egy férfi nem futamodhat meg. Még egy nő miatt sem. Még soha nem szerettem így. És megkért, hogy ne menjek el. De ha már itt maradok, nem hagyom, hogy elvegyék tőlem. Ha itt maradok, harcolni fogok érte. Adrián, hallgass rám! A tűzzel játszol. Attól félek, hogy nem lesz jó vége. Nem tudsz elriasztani. Még sose volt szerencsém egy ilyen finom, kecses, úri hölgyhöz. Ő senkihez sem fogható. A fél életemet odaadnám érte. Légy óvatos, Adrián Lucero. Amikor fölfelé nézel, a napfénye elvakít, és már nem látsz tisztán.
Hogy érted ezt? Úgy, hogy ez az érzés csak egyoldalú, részedről. Na és ő? Ő nem fogja viszonozni. Eljött és megkeresett, pedig alig tudott járni. Megkért, hogy maradjak. Talán csak szórakozik veled. Azután hirtelen elutaznak és vége szakad. Kívánj valamit, mielőtt elfújnád a gyertyákat. Azt kívánja, hogy José Armando örökké szeresse. Bravo, bravo. Bravo. Istenem, de jól néz ki. Tólás süteményei egészen egyszerűen felülmúlhatatlanok. Köszönöm, Don Rodolfo. Remélem, ízleni fog a kisasszonynak. Ez az, most kérem a tálcát. Fogd meg a tortát, vidd a nappaliba. Jaj, de kár, hogy nem tudok én is lemenni. Vajon ki énekel? Adrián Lucero. Milyen gyönyörű, érzelmes dal. Miért nem származom gazdag és előkelő családból? Akkor semmi sem választana el José Armandótól. Gratulálok! Istenem, miért nem áldottál meg ilyen hanggal? Jóból is megállt a sok, nem? Igazad van. Hogy van a kisasszony? Jobban. Sokkal jobban. Segített a gyógyszer? Igen. Meg is akartam köszönni, hogy elhoztad. Szívesen, de nem tartozik köszönettel. Nagy segítség volt. Apám mondta, hogy már nem mész el. Nem, maradok. Örülök, Adrián. Én elmegyek. Amint a bemutatónak vége, visszautazom. Vagyis mind visszautazunk. Tudod te, mit jelent menekülni a boldogság elől? Igen. Én épp menekülök. Unatkozik, szegény. Nem alakult valami szerencsésen ez a látogatás. José Armando arra számított, hogy majd elkísérem mindenhová. Én pedig itt fekszem naphosszat. Nem sokára meggyógyulsz, és éjjel-nappal vele lehetsz majd. Folytatom a lovagló leckéket. José Armando tanít majd tovább. Most, hogy Adrián Lucero elhagyja a Casa Grande-t. Nem, Adrián nem megy el. Nem? Nem, meggondolta magát. Milyen komolytalan. Nem tudja, mit akar. Én nagyon örülök, hogy nem megy el. Adrián és a családja jó emberek. Jaj, drágám, te szinte akárkihez képes vagy ragaszkodni. De ők nem csupán akárkik. De azért nagyon távol állnak a mi köreinktől. Nem hiszem, hogy bármi közünk lenne hozzájuk. Nem igaz, Graciela? Na, hogy megy? Minden rendben, apa. Készítem a billogokat. Ha végeztem, megnézem az új jószágokat. Rendben van, fiam. Don Rodolfo meg lesz elégedve. Nem árultad el, miért akartad itt hagyni a birtokot? Nézd, apa. Maradtam. És neked ez volt a fontos. De azért én folyton csak azon rá gondolom... Ne rágódj többé ezen. Most itt van egy munka, amit el kell végeznünk. Én kiteszek magamért. Meglásd, elismerés szerzek a Lucero névnek, amit tőled örököltem. Ó, köszönöm. José Armando, hát megjöttél? Hogy vagy, néném? És hol voltál, hogy be se néztél Gracielához? Bejártam a birtokot. Menj be hozzá, már vár téged. Később. Előbb még megfürdöm.
José Armando csak most jött vissza. Egész délelőtt nem volt itthon. Bement Graciélához? Nem, előbb fürödni akart. Bizonyára bejárta az egész birtokot. Igen, ő is ezt mondta. Ülj csak le. Figyeltelek, úgy látom lelkesen dolgozol, Adrián. Igen, Krisanta asszony. Még sötét volt, amikor elkezdtem. Tegnap késő este még énekeltél. Hallotta? Mindenki hallotta. Éppen akkor vittük be Graciéla kisasszony tortáját. Akkor ő is hallotta. Igen, hallotta. Az jó. Nagyon jó. Sokszor érdeklődsz a kisasszony felől, Adrián. Az az igazság, Krisanta asszony, hogy felelősnek érzem magam. Rám bízták, és baleset érte. Hogy érzed magad? Jobban. Hol voltál? Kilovagoltam az erdőbe. Én mikor kelhetek fel? Mi ez a sietség? A bemutatóig szeretnék megtanulni lovagolni. Hát, ha továbbra is eleget pihensz, talán holnap utánra teljesen rendbe jöhetsz. Az nagyon jó. Már alig várom. Mi a baj? Semmi. Olyan komoly vagy, mintha aggódnál. Csak képzelődsz. Gyere ide. Gyere. Nincs kedved megcsókolni? Az a baj, hogy nem érzem jól magam. Nagyon fáj a fejem. Biztosan túl sokat voltál a napon, lovaglás közben. Lehetséges. Megyek, ledőlök egy kicsit. Mi újság, Adrián? Már megnyugodtál? Nem igazán, Nacho. Nem láthatom őt. Ott fekszik a szobájában, nekem pedig semmi keresni valóm a Casa Grande-ban. Már pedig valahogy találkozni fogunk. Hogy jutsz be oda? Az ablakon át. Neked elment az eszed. Mi van, ha meglát valaki? Akkor biztosan kirúgnak. Gondolod? Hát persze. Vállalom a kockázatot. Hogy vagy? Sokkal jobban. Sokat segített a gyógyszer, amit hoztál nekem. Azt a doktor rendelte. Na, aggódtam miattad. Borzalmas itt lenni, úgyhogy nem láthatlak. Nagyon hiányzol. Tényleg ennyire hiányoztam neked? Na, mit gondolsz? Csak is miattad maradtam itt a Casa Grande-ban. Örülök, hogy maradtam. Ez majd vigyáz az álmaidra. Köszönöm, Adrián.
Most már tökéletesen tudok járni. Nem, nem olyan tökéletesen. Nyilvánvaló, hogy még fáj egy kicsit. Mert nem akarok ránehezedni a lábamra, anya. De ha megteszed, nem is lehet észrevenni. Nézd! És nem fáj? Nem. Amit érzek, az csak egy enyhe szúró érzés. Nagyon jól tudod, hogy még nem szabad felkelned. De te olyan önfejű vagy. Ki az? Hát persze. Jó reggelt, bácsikám. Szóval csak felkeltél? Tudsz járni? Ugrani, futni. Igen, persze. Mit lehet csinálni, ha a világ minden kincsért sem maradna le a lovas bemutatóról? Ne aggódj annyira. Majd az autómmal megyünk a pályára. Miért nem Hosszi Armando viszel? Mert ő már ott van, lóháton ment. Há, ó, milyen izgalmas. Tetszeni fog. Egy lovas bemutató mindig nagyon izgalmas. Jó napot! Hogy van, Adrián? Köszönöm, jól, asszonyom. És hogy van a kisasszony? Ő még mindig egy kicsit nehezen mozog. Még mindig fáj a lába. Ó, szegény. Azonnal segítek. Nem szükséges. Señor Peñarreal elment José Armando doktorért, majd ő segít neki. És mégis meddig kell még várnom itt tétlenül ebben az autóban? Igen, Fatima. Hagyd Adriánt, hagyd segítsen Graciélának. Miért nem várjuk meg, hogy Rodolfo visszajöjjön? Mi lenne, ha te várnád meg? Köszönöm, Adrián. Esmeralda, a bemutató már elkezdődött. Tessék! Köszönöm. Köszönöm. Tessék. Köszönöm! Elmegyek valami innivalóért, neked is hozzak? Várj még egy kicsit, mindjárt Adrián jön. Majd elmegyünk együtt, ha végzel. Ó, nem, semmi kedvem várni rá. Gyönyörű vagy. Kérlek, ne gyere ide. Meg fognak minket látni. És mit számítasz? Nekem is jogom van limonádét inni. Köszönöm. José Armando, nagyon kérlek. Csak fizetek. Nagyon kérlek, hagyj, kérlek. Megyek. Mikor találkozhatunk? Nem tudom. Holnap. Holnap a szokott időben. Beszélnem kell veled. Miért hozzá most rögtön? A kaput! Thank you.
Blanca. José Armando bensőségesen társalog egy kis parasztlánnyal. Kicsoda ő? Ismered? Ha láttad volna azt a meghittséget közöttük, ahogy fogták egymás kezét. Gyere, ha nem hiszed, itt vannak. Menjünk, nézzük meg. Nem, várj, Blanca. Jobban tennéd, ha visszamennél Szenyor Rodolfóhoz. Azt mondtad nekem, hogy valami nincs rendben azzal a lányjal, akivel José Armando a múltkor beszélgetett. Igen. Emlékszel? Igen, miért? Mert az az érzésem, hogy ez ugyanaz a lány. Nagyon csinos. És semmi nem mutatja, hogy valami gond lenne vele. Fel a dolgokat, anya. Állandóan a lovászokkal kellett foglalkoznia. Ezért nem volt velünk. Ó, kislányom, egészen nyilvánvaló, hogy nem akart velünk lenni. De vele volt ideje és kedve beszélgetni. Valószínűleg szomjas volt. Akkor még mindig az. Nézd csak, ott megy Dionisio fiával. Kérünk egy pohárral, Esmeralda. Ó, persze, Adrián, amennyit csak akarsz. És ön, dr. José Armando, kér egy kis limonádét? Igen, persze. Finomnak látszik. Engedd meg, Esmeralda. Köszönöm. A bátor lovasokra és a Casa Grande gyönyörű hölgyeire. Egészség. Egészségünkre. Megmondtam neked. Úgy zsonganak körülötte a férfiak, mint a legyek. Ő meg persze kokettál velük. Mit képzel magáról ez a lány? Nézd, a többiek elmennek, de José Armando ott marad. Nevetségessé tesz téged, te a mennyasszonya vagy. Fogadok, hogy még meg sem mondta neki, hogy el van jegyezve. Menj oda! Legyél kedves José Armandóhoz, hogy a lány egy kicsit észhez térjen. De anya, ezzel lealacsonyítanám magam. Csak megvéded azt, ami a tiéd. Gyerünk! Vissza kellett volna mennem a városba a rodeó után. De megmondtam nekik, hogy nem megyek. De el kell menned, José Armando. De csak akkor, ha téged is magammal vihetlek. Az lehetetlen. Miért, Esmeralda? Tudod, túl nagy a különbség köztünk. Semmi sem állhat közénk. José Armando, szerelmem. Mit keresel itt? Elég limonádét ittál már ma, nem gondolod? Mi a baj? És az eladó lány a barátod? Hát miért nem mutatod be? Én José Armando barátnője vagyok. Feltételezem, nem tudtad, hogy jegyesek vagyunk. De hallottam. José Armando és én visszamegyünk a városba, amint lehetséges, mert 2 hónap múlva összeházasodunk. Ezt is tudtad? Nem is tudom, miért mondom el mindezt. Te csak egy egyszerű parasztlány vagy, akinek semmi köze az urak életéhez. Graciela! A kis limonád és barátnőd igazán nagyon édes. Az egyetlen dolog, ami nem illik a képbe, az az olcsó fülbevaló a fülében. Nézd csak meg! Ilyen ruhában megjelenni fényes nappal, és eljön limonádét árulni. Ó, micsoda ízlés! Elég legyen! Csak miatta mondom, José Armando.
Még azt se tudja kitalálni, hogy milyen ruhát vegyen fel. Ezért néznek az emberek néha olyan furcsán szegénykére. Azt mondtam, elég. Gyerünk! Esmeralda! Ne foglalkozz vele! Ne sírj! Amit mondasz, igaz. Igaza van, Florisita. Hol maradnak már a gyerekek? Itt jön Gracielita. Én inkább hazamegyek. Te maradhatsz, ha akarsz. Mi a baj? Fáj a lábam. José Armando hazavisz, csak elment szólni Rodolfo bácsinak. Jöttök, vagy inkább maradtok? Nem, megyünk mi is. Menjünk. Otthon maradhatsz Gracielával, ha akarsz, majd én visszaviszem a lovad. Majd meglátjuk, hogy van. Később találkozunk. Ahogy mondtam, Señor Rodolfo, a marha, amit átküldött nekünk Sonorából, első osztály. Először meg kell bélyegeznünk őket, Dionisio. Ami a legjobban fáj, Florisita, az az, hogy megígérte, hogy nem megy el. És ez nem igaz. Várj, míg újra be... De még nem mondta el neki. Úgy gondolod? Nem. Nem áltatom magam tovább. Nem fogok többet sírni. Legalább az, ami köztünk történt, az szép volt. Szeretem Adriánt. Vagy csak kedvelem? José Armando gyerekkorom óta a barátom. Mindenki arra vár, hogy hozzámenjek. Nem hagyhatom cserben az anyámat, a nagynénémet és a bácsikámat. Különben is, hogy néznék én ki, mint egy paraszt felesége? Lehet, hogy túl messzire kerültem José Armandótól, és ezért érez vonzalmat ez iránt a fiatal lány iránt. De nem engedem meg, hogy elvegye őt tőlem. Harcolni fogok érte. Elhagyjuk ezt a helyet, és összeházasodunk. Hamarosan. Minden csak emlék marad. Nagyon jól tetted. Nincs semmi rossz abban, hogy megvéded azt, ami a tiéd. A mosolya volt a legszebb ajándék, amit kaptam. Én láttam, hogy mosolyog rád a kisasszony. Kész csoda, hogy a többiek nem vették észre. Mindannyiszor, amikor a szemeink találkoznak, annyi mindent mondanék. De amikor meglátom a barátjával, az egész napom oda van. Igazán jól néztél ki, Adrián. Bátran viselkedtél. Csak ránéztél arra a kifinomult előkelő közönségedre. És hogy tapsoltak neked. De vigyázz azokkal a városi lányokkal. Máskor le is nézhetnek. Figyelj, Ofélio! Ne zaklasd Adrián Lucérót! Ez csak egy jó tanács. Rajtad áll, hogy végig gondold. Hogy végig gondoljam. Olyan bátor. Olyan férfias. Szeretném, ha a karjaiban tartana. És ha úgy csókolna, mint akkor. Éreztem a testéből áradó meleget. A lélegzetét. Szívverését. Vanul a melléhez hajoltam. Mint egy álomban. Adrián Lucero. Anyámnak igaza van. Mi külön világban élünk.
Nem lenne szabad, hogy elkapjon ez az őrület. El kell felejtenem, és harcolnom kell José Armando szerelméért. Nem jöttél rá, Adrián? Sok ember látta, amikor Don Rodolfo lerombolta Esmeralda standját. Nem jöttem rá. És apám nem csinált semmit? Tudod, hogy ő nagyon tiszteli Don Rodolfót. A tisztelet az egy dolog, na és a méltóság? Próbálta megvédeni Esmeraldát, de... Az öreg egy zsarnok, egyszerűen rosszul ítéli meg Esmeraldát. Adrián, ne beszélj így Peñarreal úrról. Csak felforr a vérem, amikor ilyen dolgok történnek. Bár csak én lehettem volna ott, apám helyett. Én jobban örülök, hogy most nem te voltál ott, mert most aztán nagy párcban lennél megint. Lehet, hogy az ördög viszel. De hogyan lehet ez? Apám nagyon megsajnálta Esmeraldát, de hát semmit sem tehetett, a szenyora főnök. De nem csak Don Rodolfo bánt csúnyán vele, hanem a doktor barátnője Graciela kisasszony is. Mit csinált? Szörnyű dolgokat mondott szegény Esmeraldának. Miért? Hát mert féltékeny volt azért. Micsoda? Igen, mert Peñarreal doktor nem vele foglalkozott, hanem Esmeraldával. Egyenesen odament hozzájuk, eléjük állt és azt mondta. Nem tudod, ki vagyok? José Armando barátnője. Azt mondta, hogy a fülbevalója nevetséges azzal a ruhával együtt, ami rajta volt. Így mondta? Hát, nem egészen így, de majdnem. Utálatos volt, és el van magától ájulva. Szabad? Gyere be. Meg tudsz bocsátani? Úgy viselkedtél, hogy az egyszerű... Tudom, tudom. Nem kell elmondanod. Igazán sajnálom. Nem tudom, miért tettem. Elismerem, hogy borzalmasan viselkedtem. Bocsáss meg. Az én bocsánatom nem olyan fontos, Graciela. Más itt a probléma. Nézd, beismertem, hogy csúnyán viselkedtem. Sőt, mi több. Szeretnék bocsánatot kérni attól a lánytól. Nem szükséges. És te megbocsátasz nekem? Ne légy olyan kemény szívű, José Armando. Térden állva könyörögjek, hogy bocsáss meg. Igaz lehet, hogy én csak egy kaland vagyok neki. Nem. A szemei nem hazudhatnak. Nem vagyok képes beszélni vele. De beszélnem kell vele. Nem bírom ezt a bizonytalanságot. Teljesen felemészt. Meg kell szereznem őt valahogyan. Na, ne vágj már ilyen képet. Azért igazán nem kellene ennyire mérgesnek lenned rám, José Armando. Légy nagyvonalú, jó? Már mondtam neked, hogy sajnálom. Rendben. Egyezünk ki ebben. Nekünk nem is szabadna ilyen dolgokon veszekednünk. Hiszen mi egymásért születtünk. Mi sosem válunk el egymástól. Mind nem válhatunk el. Igen, mama, mindent megbeszéltünk. És kibékültünk José Armandóval. Nagyon örülök, Graciela. Annyira nyugtalan voltam. De hát nem unyhattál szemet a felett, amit tett. És mondod valamit arról a parasztlányról? Nem beszéltünk túl sokat róla. A célunk az volt, hogy kibéküljünk. Nem szabad elhanyagolnod José Armandót. Figyelned kell rá. Szerencsére, ahogy itt mindent elrendez, visszautazunk a városba, hogy előkészítsünk mindent az esküvődre. Most már nyugodtan tudok aludni. Pihenj, kedvesem. Pihenj. Te is, anya. Jó éjszakát. Beszélnem kell veled. Nem várhatok tovább. Ez esztelenség. Megláthatnak. Miért hagytál ott? Miért kellett megkeresned José Armandót? Azért, mert annyira szereted.
Játszol, csak játszol velem. Nem is szeretsz. Hajd abba az Isten. Meghalok a féltékenységtől. Nem értem, mit csinálsz. Arra kérsz, hogy maradjak. A mennyországig emelsz, ahogy rám nézel, és aztán egyszerűen hát... Bolondítasz engem. Azért csinálod, mert nem szeretsz. Engedj el, kérlek. Engedj el. Ne csináld ezt, Graciela. Nem tudnám elviselni. Menj el, Adrián. Meglátnak minket együtt. Hát ennyire félsz tőle. Nekünk nincs jövőnk. Én nem tettem neked ígéreteket. Az ajkaiddal nem. De a szemeiddel nem egyet, hanem százat. Kérlek. Találkoznunk kell holnap. Nem tudom, hogy lehet-e. Ez esztelenség. Ó, menj el, kérlek, menj! Megkértem Nácsót, hogy hozzon még tojást a sodóhoz. Úgy tűnik, hogy még ki is költi. Túl soká marad. Úgy látom, José Armando korán elindult. Nem mondta, hogy hová megy, de Señor Rodolfo nagyon korán elment, hogy megnézze a marha bélyegzést. Lehet, hogy José Armando is oda ment. Én is mehetnék? Igen, hát persze, mindenki ott van. Dionisio, Adrián, Nácsó... De van egy munkás, aki szívesen elvisz, ha akarod. Nem, majd itt megvárom. Remélem ízlik, Señor Rodolfo. Nagyon finom. Ez tóla egyik specialitása. Hoztam forró palacsintát, tessék. Köszönöm. Nagyon gusztusos. Fantasztikus. Egyenesen a konditerembe megyek, és aztán a szaunába, hogy mindent ledolgozzak. Mi a baj, José Armando? Olyan, mintha itt se lennél. Dehogy. Nyugtalanít valami? Mi jár a fejedben? Semmi, apa. Nagyon mérges volt rám, bácsikám. Még mindig haragszik. Miért? Ó, ezek a gyerekek minden semmiségen hajba kapnak. Azt hittem, hogy kibékültetek. Nem szeretem, amikor ezt kell látnom, fiam. Így is van épp elég okunk az aggodalomra. Nincs szükség arra, hogy újakat találj ki. Nehéz nap volt a mai. És még meg kell jelölnünk egy csomó marhát. Figyelj! Te mindig ilyen hallgatag vagy, vagy nem szereted a társaságomat? Akkor szeretek beszélni, ha van mondani valóm. Igen, értem. Te csak akkor beszélsz, amikor erkélyekre mászol fel. Csak légy óvatos, Adrián Szító. Még azt fogják gondolni, hogy valami patkány vagy, és lepuffantanak. És hol voltál egész délelőtt? Lovagoltam egyet. A lovasok már visszajöttek. Legközelebb, amikor elmész, legalább szólj. Azt gondoltam, hogy még ebédre sem fogsz hazajönni. Apám nem engedné meg, hogy hiányozzak a családi ebédről. Te pedig nem kísérhettél el, mivel még nem szálltál óra, mióta leestél. Megígérted, hogy megtanítasz. Most nincs idő rá. 2 vagy 3 nap múlva úgyis elmentek. Elmegyünk. És te? Én maradok. Megtudhatom, hogy miért? Mert így akarom. Bocsáss meg, de van egy kis dolgom. Bemegyek a faluba. Ennem Krisantának. Ami a táskámban van, az nem lesz elég. Miért? Mi baja van? Aludni a vérnyomása. Jó. Kihasználom a lehetőséget, hogy kinézzem magamnak a menyasszonyi ruhát. Miért nem olvasgatsz a szobámban, hogy együtt legyünk? Mert elvonnád a figyelmemet. Inkább maradok a sajátomban. Jól van, ahogy akarod. Ne naposztulj sokat. B.
Bemegy a városba, gyógyszert vált ki Krisantának, hogy megelőzzük a bajokat. Remélem, ez nem csak ürügy arra, hogy Graciélától távol legyen. Ilyesmire, Fátima. Tegnap egyetlen percet sem töltött vele. Tudod, nagyon izgatott volt a lovas bemutató miatt. Aha. Én inkább azt mondanám, hogy nagyon izgatott volt amiatt a kislány miatt, aki limonádét árult. Az ég szerelmére, Fátima. Látnod kellett volna őket. Emiatt volt az a veszekedés is a gyerekek között. Szerencsére már kibékültek. Gracielita olyan szerelmes. Csak José Armandóra tud gondolni. Te, mit bámészkodsz? Szeretsz oda nézni, ahová nem szabad. Nocsak. Engedélyt kell kérnem, hogy nézelődje. Hogy azt nézd, ami nem a tied, ahhoz igen. Graciélita kisasszony José Armando doktor barátnője, és nagyon szeretik egymást. Látnod kellett volna, hogy hogy csókolták egymást az előtt. Itt van az itala, kisasszony. Köszönöm, Jacinta. Mi a baj, Gracielita? Egész délután rossz kedvű voltál, José Armando pedig egy szót se szólt a vacsoránál. Anya, nem akar visszatérni a városba. Ugyan? Azt mondta, hogy egy ideig még itt akar maradni. Na de miért? Megint veszekedtetek? Nem, anya, és nem mondta, hogy miért. Itt valami különös történik, és ez nem tetszik. Egyáltalán nem tetszik. Hát te, már megint szomorkodsz. Olyan szótlan vagy mostanában. Mi bajod van? Hagyd a bátyádat, Florisita. Ő sosem volt bőbeszédű. Igen, de mostanában nem tetszik nekem. Mi a baj, apa? Veled mi a baj? Mi lenne? Újabban szomorú vagy. Ingerült, rossz kedvű. Átmeneti állapot. Miféle átmeneti állapot? Apa, kérlek, ne faggass! Adrián, én igyekeztem mindig megértő apátok lenni. De a te viselkedésed most aggaszt. Néha olyan vagy, mint egy eszement. Ma pedig, miközben jelöltük az állatokat, nem figyeltél. Tudod, milyen veszélyes a bikákkal dolgozni. Az embernek nagyon óvatosnak kell lenni a karámban. Fiam, mondd el nekem őszintén, mi bánt téged? Graciélita, kisasszony. Mi van a kisasszonnyal? Szeretem. Szeretem, ahogy még soha életemben nem szerettem senkit. Szállj le a földre, Adrián. Én is voltam már szerelmes. De tudnod kell, hogy kit válasz. Én mindig is tisztelettel voltam az urak iránt. Nagy tisztelettel. Verd ki a fejedből a kisasszonyt. A saját érdekedben. Felejtsd el! Hogy érzi magát, Krisanta? Sápat volt ma reggel. Fel akart kelni, de megkértem, hogy ma még maradjon az ágyban. Tessék, beszéljünk másról, José Armando. Gondoltál már arra, hová utaztok Nászútra Gracielitával? Én azt szeretném, ha valami felkapott helyre mennénk, ahová sokan járnak. Valahová jó messzire, ahol mindig nagyon nyüzsgés. És minden éjjel szól. Las Vegasba vagy New Yorkba, nem igaz, Blanca? Azok a helyek igazán szenzációsak. Én biztos Oaxacába mennék. Szerintem az a hely csodálatos. Oaxaca? Az a világ egyik legszebb helye. A lényeg úgyis az, hogy együtt legyenek. Igen, nem a hely a fontos, ugye, szerelmem? José Armando, baleset történt. Egy... Szeretem. És meg is mondtam neki. Mondtam Dionisiónak, hogy ne aggódjon, mert José Armando megvizsgálja. Sajnálom, hogy nem voltam ott. Igen, ez nagy kár. Reméltem, hogy ott leszel, de úgy tűnik, más elfoglaltságaid vannak.
Kíváncsivá tettél. Azt hiszem, ez nem a legalkalmasabb pillanat. Jó. Megvárom, amíg visszajössz. Sok minden van, amit nekünk kettőnknek még tisztáznunk kell. Kisasszony, Adrián Lucero-t keresem. Graciélita kisasszony, hogy kerül maga ide? Hallottam, mi történt Adriánnal, és aggódtam miatta. Köszönöm szépen, kisasszony, ez kedves magától. Most már jobban van, de csak holnap engedik haza. Bemehetek? Igen, igen, persze. Jöjjön, bekísérem. Kisasszony! Nácsó! Igen, uram? Hol az én autóm? Elvitte a kisasszony az imént. Graciela? Hová ment? Hát azt én nem tudhatom. Kirohant a házból, beült a kocsiba és elhajtott. Annyira megrémültem, azaz állat meg is ölhetett volna. Ez semmiség. Ide ülhetek? Nem fog fájni. Nem, de... Adrián. Szegény drágám. Nagyon fáj. Ez a sérülés nem jelent semmit. Jobban fáj, amit a szívemben érzek. Következő résztartalmából. Előbb megölöm őt, azután magamat. Úgy döntöttem, hogy már holnap visszatérünk a városba. Hogy megkezdjük az előkészületeket még hozzá azonnal a Graciélával való esküvődre. Azért jöttem, hogy